minket hajnal. Nem gondoltam, hogy ezen a köszöntésen még ennyit fogunk nevetni. Mindig, amikor felkelek és kinézek az ablakon, ezt szoktam mondani. Ma pedig különösen, mert ma igazán korán kelt. Anya azt mondja, hogy ez már egy szenvedély. Azt nem tudom pontosan micsoda, én úgy hívom magamban, hogy ez egy hobbi. Minden esetre elég kevesen űzzük az országban. Egészen pontosan, hogyha anyát is beleszámítjuk, akkor 4-en. Persze neki ez nem a hobbija, csak miattam csinálja, hogy nekem lehessen ez a hobbi. Az állami ünnepségek előtt hajnalban kimegyünk és megnézzük a huszárok próbáját. Most már tudom, hogy úgy hívják őket, nemzeti lovas díszegység, de nekem ők csak huszárok. Ilyenkor senki sincs a téren, csak a reggeli siető járók elők, de ők nem nagyon néznek oda. Aki igazából figyeli a hajnali próbát, azok mi hárman vagyunk. Az a kicsit pocakos rendőr, aki mindig beenged bennünket a tér szélére, meg az a magas öreg bácsi, aki mindig ott áll mellettünk. Szótlanul. Én azért nézem a huszárokat, mert amikor kicsi voltam, mindig ezt rajzoltam, és mindig azt képzeltem, hogy egyszer én is lovagolni fogok, és ha nagy leszek, huszár leszek. Anya azt mondja, hogy vannak álmok, amikről csak álmodunk, de nem mindig válnak valóra. Az egyik osztálytársam azt mondta, hogy csodák pedig nincsenek. Mondtam neki, hogy lehet, hogy nálad nincsen, szerintem nálam van. Szóval ott álltunk a téren mi hárman, és akkor egyszer felnéztem az égre, és azt mondtam. Jó reggelt, hajnal! Erre a rendőrbácsi hozzám fordult. Nekem szólt? Mondtam nem, mert hogy őt Hajnal Jánosnak hívják. Erre az idős bácsi, aki mindig szótlanul állt mellettünk, megszólalt. Először, amióta ismerem. Igazi huszárné. Honnan tudja? Mert valamikor én magam is huszár voltam. Szerintem füllentett. Nem úgy nézett ki, mint aki huszár lett volna. Még rendes bajszosán volt. Persze. Most nincs itt a huszár bajszom, mert otthon hagytam egy másik kabátom zsebében. De attól még huszár voltam. 1848-49-ben 100 lovidő. Én lovagoltam mindig a sereg elején, még a tábornokat is megelőztem. És amikor a sereg elé álltam, csak a szememben intettem, és már megszólaltak a dobok, rohamra indult a sereg, szóltak a kürtők, és várt rá a győzelem.